Európa vitorláit ismét szél dagasztja. Így kezdte szokásos évértékelő beszédét Jean-Claude Juncker az Európai Parlamentben. A bizottság elnöke szerint a kontinens határozottan jobb gazdasági és politikai állapotban van, mint egy éve, de így is van miről beszélni. Például a jogállamiságról. Juncker leszögezte, hogy a tagállamoknak mindig végre kell hajtani az Európai Bíróság ítéleteit. Szerinte, aki nem kompromisszumkész, az nem Európa képes. Az Európai Unióban a jogállamiság nem opció, hanem kötelesség. Az uniónk nem állam, de a jogállam az uralkodó, mondta a bizottság elnöke. Juncker arról is beszélt, hogy az Európai Unió reformja részeként azoknak az országoknak is be kellene lépniük az eurózónába, akik még nem tagjai. Erre azért lenne szükség, hogy ne legyen úgynevezett kétsebességes Európa, ahogyan a francia elnök javasolta nemrég. Őrsi Mátyás, a Demokratikus Koalíció országos tanácsának tagja a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Elhangzott ez a bizonyos beszéd, és bár nagyon-nagyon röviden két mondatban tisztázzuk, ez nagyjából olyan beszéd, mint amikor az Egyesült Államok elnöke, aki a nagy ország elnöke, elmegy, kiáll, nagyon bejelentik, nagyon megtapsolják, majd közli az eredményeket és ismerteti a jövő évi eredményeket vagy elvárásokat, vagy ez valamiféle más beszéd? Nagyon hasonló, a neve is ugyanaz, State of the Union Speech, tehát beszédnek hívják. Egyesült Államokban ennek nagyobb a hagyománya, az egész ország nézni, az összes televíziós állomás közvetíti. Ennyiben az európai hasonló beszéd még nem tart itt, de a célja ugyanez, és szerintem a média is sokat segíthetne, hogyha az ATV, a más műsorok is ezt egyenesben adnák és tolmáccsal mutatnák, hogy mit mondott Juncker, hamar el tudnánk kérni azt, hogy ugyanolyan legyen, mint az Egyesült Államokban, de még egyszer a célja, a funkciója ugyanaz. De amikor azt találtam volt mondani, hogy olyan kérdésekről fogunk beszélgetni, amelyek minden, amiket minket, magyarokat érinthetnek, akkor annyit mondott még itt a beszélgetés elején, de hiszen minden érint minket. Hát pontosan az Európai Uniónak tagja vagyunk, amikor Juncker bizottsági elnök az Európai Unió jövőjéről, a kihívásokról beszél, akkor rólunk beszél, és hát nagy hibát követünk el, hogyha kiszedjük azokat a magyar vonatkozású híreket, hogy azt mondta egy gesztus kapcsán, hogy a hús milyen legyen a magyarok tárgyalján, ezek fontos dolgok, de itt minden rólunk szólt, és azt gondolom, hogy akik itt Magyarországon figyeljük a belpolitikát, csak irigykedhetünk arra, hogy milyennek kell lenni egy politikai beszédnek, hogy az nem egy sörös dobozokon levő szimbólumokról szól a politika, hanem valóban a gazdaságról, a versenyképességről, a digitális világ kihívásairól, a migrációról. Mit tartott egyébként a főüzenetnek, hiszen nyilván nagyon, tehát órákig lehetne erről beszélni, de röviden meg kell határozni talán azokat a pontokat, hogy a fontosak közül mik a legfontosabbak. Ha három pontban összefoglalhatnám, akkor a prioritásokat meghatározta, amelyben az előbb erről beszéltem, gazdaság, versenyképesség, az ipar, migráció, hatékony védekezés a digitális világban, meghatározta az alapelveket, egyenlő államok, egyenlő polgárok. Nem hiszem, hogy Orbán Viktornak akart volna válaszolni, de hát olyan ékes ellen bizonyítékát adta annak, amit Orbán Viktor idehaza mondta, hogy elnyomnak bennünket. Nem, egyenlő államok és egyenlő polgárokról beszél. És végül, ami számomra, mint a Demokratikus Koalíció országos tanácsának tagjának különösen jól esett, hogy ebben a beszédben számos olyan elem jelent meg, amelyeket mintha a Demokratikus Koalíció programjából szeretett volna ki. Mi ezt úgy hívjuk, hogy Európai Egyesült Államok, ő ezt nem így hívja, de számos területen az európai intézmények megerősítéséről beszélt. Itt lehetne sorolni, hogy milyen javaslatokat tett, ha lesz idő, ezekre visszatérhetünk. Ezek nagyon kiváló javaslatok, amelyek egész Európa, köztük Magyarország érdekét is szolgálják. Amikor Jean-Claude Juncker azt mondta, hogy ne diszkriminálják a keletieket, tehát nyilván a keleti tagállamokat, akkor ez azt jelenti, hogy azt is mondja, hogy jelenleg van valamiféle konkrét diszkrimináció velünk és a térséggel kapcsolatban? Fogyasztásvédelem kapcsán, ugye, talán emlékeznek a nézők, volt egy kampány, ezt ma legerősebben Szlovákia viszi, amely egy olyan tételre épül, hogy nagyon sok vállalat más minőségű termékeket ad el nyugaton és keleten. Én ezt nem tudom mennyire igaz, de mindenképpen erre válaszolt. A fogyasztóvédelem területén erősítette meg, hogy nem kaphatnak gyengébb minőségű termékeket a keleten élők, mint a nyugaton élők, hogyha
ez így van, akkor ez helyes. Rendben van, de ez igazából nem a hús készítmények hús tartalmáról, hanem mindenről szól, igaz? Persze, ezek szimbólumok voltak. Szlovákia esetében a halat említette, Csehország esetében a csokoládéban. Tehát magyarok kapjanak pontosan ugyanolyan jogot, mint a spanyolok, a németek, a franciák. Szerintem ugyanolyat is kapnak, hogy mennyivel, hogy tudunk élni, egy más kérdés, de valóban ennek a szimbólumnak a célja az volt, hogy azt mondja, hogy egyenlőek vagyunk, bármelyik országból jövünk, bármelyik országban élünk, egyenlőek vagyunk, ez egy fontos üzenet. Szerintem az én személyes érdeklődésem egy bizonyos témában nagyon sokakével találkozik, nevezetesen a fizetőeszköz. Gyakorlatilag a 2000-es évek eleje óta általában mi határoztuk meg azokat a céldátumokat, hogy na most aztán tényleg lesz eurónk, ekkor, na bizonytalan, de mégis bevezetjük. Most viszont úgy tűnik, minthogyha központból határoznák meg, akár támogatással, akár presszióval, akár segítséggel, hogy mikor lesz nekünk eurónk, mikor lehet nekünk eurónk, ezt jelentette a beszéd. Érdemes azért visszamenni oda, amikor Magyarország belépett az Európai Unióba. Ott Magyarország vállalta, hogy belép az Európai Unióba. Ez nem úgy volt, hogy ez egy nyitott dolog, és majd eldöntjük a később. De azóta ezt se vállaltuk. Történt meg? Hát azóta a jelenlegi kormány ebből kifarolt, ezért mondjuk azt, hogy Orbán és Európa között kell választani, mert Orbán nem akarja, az ország egészen pedig akarja az eurót. De most ez milyen összefüggésben merült fel? Ahogy a felvezetőben vagy beszélgetésben említette, hát Macron, aki ugye Emmanuel Macron francia elnök, szeretné megreformálni nagyon helyesen az Európai Uniót, és azt mondja, hogy valaki nem akar velünk jönni, ne jöjjön, de hát azok, akik elől akarnak menni, azok a mag Európát létre fogják hozni. Na most Juncker ebben a beszédben azt mondta, hogy nem kéne megosztani Európát, hanem inkább azokat, akik kint vannak, azokat föl kéne zárkóztatni, segítséget kell nyújtani az euró bevezetéséhez, hogy ott is legyen euró. Mit jelent a segítség? Mit jelent a segítség? Kapunk hát egy nagy adag pénzt? Ha nagyon egyszerűen fogalmaznék, akkor ezt így is meg tudnám fogalmazni. És azt mondják, nem hogy csak ha nem akarunk eurót, hanem maradnánk a forintnál, akkor nem kapjuk meg azt a támogatást? Nem hiszem, hogy ez egy ilyen egyszerű forintban vagy euró millióban mérhető dolog lenne. Számos olyan ösztönzőt tud az Európai Unió kínálni a kinlévő országok számára, amelyek vonzóbbá teszik az euró bevezetését, és szerintem, hogyha ebben benne lesznek a támogatásoknak a strukturálása, a támogatásoknak a odaítélése, akkor azt hiszem, hogy nem járunk messze a valóságban. Kérdés gyorsan lezárva, mit tippel, mikor lehet Magyarország fizetőeszköze az euró? Nagyon nehéz erre tippelni. Én úgy gondolom, hogyha 2018-ban Orbán Viktort egy másik kormány váltja föl, akkor ez hamarosan be fog következni, hogyha Orbán Viktor marad a kormányfő, akkor újabb 4 évre ez az esély el fog veszni. Tehát úgy gondolja, hogy Orbán Viktor nem fogja bevezetni a saját ciklusa vagy ciklusai alatt az eurót? Szijjártó Péter válaszolt Junckernek egy attól független nyilatkozatban, és azt mondta, hogy Magyarország semmit nem ad át hatáskört az Európai Unióban, ami arról szól, hogy az Orbán kormány számára ezekben a vitákban nem is vesznek részt, hogy mi jó és mi nem jó Európának, Magyarországnak, hatáskört, hatalmat nem adunk át, hogyha Orbán Viktor bevezetné Magyarországon az eurót, akkor hatalma egy részéről lemondana. Ha Orbán Viktor hatalma egy részéről lemondana, az Magyarországnak jó lenne, Orbán Viktornak pedig rossz lenne, és attól tartok, hogy rosszul fog dönteni. Nagyon rövid időnk van már csak hátra, de a migrációról nyilván beszélni kell. Például azt említette Jean-Claude Juncker, hogy erősíteni kell a határvédelmet, de Európa nem lehet erőd. Ugyanakkor azt is megemlítette, hogy az EU-nak és Törökországnak a megállapodása 97%-kal csökkentette a nem kívánt, tehát a veszélyes migrációs mértéket. Így van, azt mondta Juncker, hogy falat nem építünk, és nagyon helyes, és e tekintetben ezt mondjuk mindannyian Magyarországon, hogy a külső határvédelmet meg kell erősíteni. Az Európai Unió eddig is sokat tett, még többet tud tenni, elsősorban Olaszország és Görögország az érintett. Juncker elmondta azt, hogy Romániát és Bulgáriát be kell hozni a Schengenbe, ha Horvátország teljesíti a feltételeket, ők is. Ez Magyarországnak egyébként jó lesz, mert a Schengen tágul, valóban abszolút egyetértek vele,
a migráció kérdését rendezett körülmények között kell lefolytatni, akinek beszabad jönnie, az jöjjön be, akinek pedig nem szabad, az ne jöjjön be, vagy pedig menjen haza. Pontosan erről beszélt Juncker, ezzel a maximálisan egyet tudunk most csak érteni, mindenfajta hisztériakeltés nélkül. Most az elemzői létét egy picit áttolom a pártpolitikusi létbe, mert hát nyilván erről is beszélünk, és tényleg véget ért a beszélgetésünk. Nagyon rövid választ kérnék, amennyiben önök alapítanának kormányt, akkor például maradna-e a kerítés Magyarország déli határszakaszán, tehát az Európai Unió határán? Személyes véleményemet mondom, hogy ameddig ez a hisztéria nem szűnik meg, addig a kerítés maradhat, de kapukat kell rajta nyitni, nem keveset, sokat, ott megfelelő ellenőrzést kell bevezetni, hogy a ma még hatályos, egyébként rosszul működő dublini rendszer működjék, aki menekül, aki az életét és a családi életét joggal félti, az tudjon bejönni ellenőrzött keretek között, aki meg nem, az meg nem. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen kompromisszum egyelőre elérhető lesz. A két kérdést egy kérdésben gyorsan elúsztatta időben, úgyhogy még egy legutolsó, fogadná ebben menekülteket, de erre akkor gyakorlatilag a választ megadta. Nézze, akinek a házát lebombázták, a családtagjait megölték, és azért jön, menekül, hogy ő ne halljon meg, hát természetesen, hogy be kell engedni. Őrsi Mátyás, köszönöm szépen, hogy ma reggel itt járt nálunk. Köszönöm a érdeklődést. We'll be right back.